Nagy szeretettel üdvözöllek benneteket a mai egynapos zenalkalmunk záró tanításán. Belekostolhattatok mindegyik zen meditációs technikába, mindabba, amit később is gyakorolhattok nagyon-nagyon sokáig, ha még jöttök vissza és megtetszett ez a gyakorlat. És láthatjátok már ennyiből is, hogy a tanítás nagyon sokrétű, nagyon színes is lehet néha, néha nagyon szürke, az épület is nagyon szép, de valójában az egésznek, a zennek a csontja, a lényege, az végtelenül egyszerű. És ez a végtelen egyszerűség gyönyörű szépen megnyilvánul, amikor leülünk meditálni, figyelünk, jelen vagyunk, és figyelünk, és jelen vagyunk, és figyelünk, és jelen vagyunk, és hagyjuk azt, hogy ami jön, az jöjjön, ami megy, az menjen, és mindezt lássuk, valami olyan pontból, ami egy archimédeszi pont, amiben biztonságra találunk, és amiből rá tudunk látni a működésünkre. Ennyi valójában az egész, és ez benne a nagyon egyszerű, és ez benne a nagyon nehéz egyszerre. Azt is láthatod, hogy minden külsősége ellenére ebbe tényleg semmi misztikum, és semmi vallásos pátosz és hit nincs, illetőleg nem feltétlenül kell hozzá. Hiszen egyszerűen arról szól, hogy az ok- és okozat törvényét látod, és a működést látod. Például, ha elmész egy fizika órára, nagyon hamar az elején megtanítják neked a Newton törvényeket, ahol megbeszélitek azt, hogy van két test, akkor azok hogyan hatnak kölcsön egymással. És kölcsönhatásból lehet mozgásváltozás, hat erő, meg ellenerő. Mondhatod, hogy ez az ok- és okozat törvénye, ez a működés a tárgyak szintjén, és ez ott nagyon jól működik is. Ha belegondoltok, ugyanígy megvan a törvénye és a működése, és az ok- és okozat kapcsolata az emberek esetében, és bennünk, a lelkünkben, a szellemünkben, a tudatunkban környezetünkben, és az állatoknál és a természetben ugyanígy. Csak az már sokszor jóval bonyolultabb és komplexebb, mint a Newton törvények, és nem tudjuk az ok és okozati kapcsolatokat olyan szépen látni sokszor, de ehhez kapcsolódóan van egy nagy fogalmunk, amit mindenki rengeteget emleget, anélkül, hogy igazándiból pontosan tudná, hogy mit is jelent, vagy sokan nem tudják, hát ez pedig a karma. A karma semmi más nem jelent, a legmélyén, mint ezt az ok és okozati kapcsolódást. És hallhattok sokszor ilyet, hogy médiában, hogy karmalevétel, karmaoldás, és a spirit business sajnos elkezdte használni ezt a fogalmat, anélkül, hogy valójában tudná, hogy mi van mögötte. Ha megnézed a buddha eredeti tanítását és az eredeti gyakorlást, ami 2500 évvel ezelőtt elkezdődött, abban nem volt ilyen misztikum, a valóság tapasztalata volt. Ott volt a mester, mentek hozzá a tanítványok, kérdeztek tőle, ő mondott valamit, és aztán mentek, kipróbálták és gyakoroltak. És saját maguknak megtapasztalták a működésüket. Úgyhogy ez az első pont, hogy lásd ezt, hogy mindaz a tanítás és mindaz a szóhalmaz, amit kapsz, azt te hogyan tudod használni, és aztán használd is és nézd meg, hogy mi az, ami ebből neked működik, és mi az, ami nem, és azt vitt tovább, amiben van okot hinni, és kipróbáltad. Egyébként ezt az ok és okozati működést San zemmester sok zseniális hasonlata közül az egyikkel fogom nektek szemléltetni, ezt, ezt nagyon szeretem. Azt mondta, hogy a karma az olyan, mintha veszel egy gyufát. És a gyufa önmagában el van de aztán veszed hozzá a gyufás katuját is, szépen odasúrolod az oldalához, és fellobban a tűz a súrlódás hatására, és akkor tüzed van, és ezzel a tűzzel nagyon sok mindent csinálhatsz, többek között föl is gyújthatod a házadat. És akkor lehet azt mondani, hogy hát igen, a ház kár, hogy fából volt. Lehet mondani azt, hogy hát ez a csúnya gyufás katuja, ez nem kellett volna, az a hibás. De valójában... Az igazi oka az volt, hogy, hogy te fogtad azt a gyufát, odaraktad és meggyújtottad vele. És aztán utána minden egyéb következett ebből. Tehát mindig van egy elsődleges ok, és az az elsődleges ok az bennünk van, a mi saját szokáselménkben van. Tehát ez az első lépés, hogy kijönni abból, hogy a körülményeidet okold azért, mert szenvedsz. Természetesen ott a gyufás katúja, ott a ház, de neked kell lángra lobbantanod az egészet, hogyha ezzel az elsődleges okkal találkozik a körülmény, ami előidézi a tüzet, és akkor megvan az okozat. Tehát ezt a működést, ezt a most kicsit ilyen száraz elméleti módon elmondott működést kell pillanatról pillanatra látni magunkban, és újra és újra elérni arra a pontra, amit a zen nagyon szépen szavak nélkül tanít, amit már biztos, hogy jól ismerhettek mindig és mindenhonnan. Amikor ezt a hangot hallod, és csak jelen vagy, és elvágódik minden gondolat, akkor nincsen karma, akkor csak a jelenlét van. Akkor eltűnik az elsődleges ok, eltűnik az okozat, és minden egyéb, és aztán újra megjelenik. Kérdés az, hogy el tudod-e érni azt az állapotot, amikor a függetlenedés, a rálátás a karmádra botütés nélkül is megy. Ez sok munka. Érdemes belefektetni a munkát, érdemes elérni a gyakorlat által, segédeszközök által, amit itt tanítottunk nektek, azt, hogy belül legyen egy magasabb energiaszintetek, ezt mondhatjuk darmaenergiának, Ebben sincs semmi misztikus fizikából, tudjuk, hogy az energia az valójában a munka munkavégző képesség. Tehát az, hogyha te belül képes vagy dolgozni magaddal, dolgozni a környezeteddel, és nem mozdít ki az egyensúlyodból mindez, és csak akkor gyújtod meg a gyufát, amikor arra ténylegesen szükség van, és mondjuk arra használod, hogy egy gyertyát gyújtasz meg vele szertartáskor, akkor indultál el a helyes úton. A karmához egyébként segédeszközként érdemes még valamit megemlíteni, az szintén az eredeti régi buddhista tanításból. A karma kapcsán a buddha annó beszélt az öt emberi vágyról. Ezt néha aztán öt mérekként is emlegetik, és mindjárt megnézzük azt, hogy hát mikor lesz ezekből a vágyakból méreg, mikor lesz az, hogy a vágyak, amik önmagukban nem jók és nem rosszak, megmérgezik az életünket, és azért is érdemes ezt a témát behatóbban megismerni, mert hogyha már nem csak a vágyak szintjén maradunk, hanem mögé nézünk egy kicsit, hogy honnan erednek ezek a vágyak, miért van ez az öt elem mindannyiunk életében ott, a pénz utáni vágy, a hírnév utáni vágy, a szex utáni vágy, az ételek, italok utáni vágy és az alvás iránti vágy, ez az öt, ezt azonosították annak a buddhisták, és bölcsek voltak. Tehát érdemes ezt szem előtt tartani, hogy mi van e mögött. Mert ez is önmagában jó, hogy látod, ez az öt emberi vágy, és ez méreg lehet, és akkor el is mondhatod, hogy jó, hát akkor én ezeket elvágom, és akkor elmegyek szerzetesnek, és és akkor ezek nincsenek az életemben. Ez is lehet jó, és egy ideig nagyon hasznos is lehet. De nézzük meg, hogy mi van mögötte, és azért érdemes megnézni, hogy mi van mögötte, mert amikor ezeket tapasztalod magadban, látod a karmád működését, látod magadban az ok és okozat kapcsolatát, akkor tudsz róla leválni, leválasztódni sok-sok munka által. Nézzük a legelső, legtriviálisabbat, az alvás iránti vágyat, és hozzátenném, hogy mondjuk a lustaság is ide tartozik. Ezért mindig kerünk korán, és ha jössz elvonulásra, akkor hát biztos, hogy alvás lesz bizonyos mértékig, mert hogy nagyon jellemző ránk az is átvitt értelemben, hogy alvajáróként éljük az életünket, tehát hogy minket úgy ne háborgassanak ezekkel a dolgokkal, hogy milyen a működésem, kellemetlen észrevenni. Esetleg addig, addig szeretnénk tudni, amíg úgy kényelmesé teszi az életünket, kényelem bajnokai vagyunk így a mai világban, általánosságban, de hogy úgy mélyebbre menjünk, az már nem kényelmes, és inkább alszunk. És ugyanúgy ez a restség, hogy egy nehéz úton elinduljál, és beállítsad az életedet egy irányba, ezt nem szeretjük, és inkább alszunk, tehát ez az egyik ilyen alapvágy, amit érdemes legyőzni, Másik az ételek, italok. Hát persze, kell tudnunk működni, tehát enni, inni jó, és kell is, de már érdemes megnézni, hogy ha túl sokat teszel, vagy túl keveset teszel, akkor a mögött mi van? Mit pótolsz azzal, hogyha túl sokat teszel? Mielől menekülsz azáltal, hogy nem eszel eleget, és érdemes a szeretett témáját az életedben megvizsgálni és a mélyére menni egészen odáig, hogy hát a kínos alapmozgató rugókat is meglátni sok-sok munka által. Tehát ez a két ilyen alapvágy, és látjátok már, hogy arról, nem arról van szó, hogy ezek önmagukban rosszak, hanem azzal van baj, hogyha az embot egyik végét fogod csak, és habzsolsz, vedelsz és folyamatosan alszol, de azzal is baj lehet, hogyha átmész a másik felére az embotnak, és akkor azt mondod, hogy te nem vagy hajlandó enni, koplasz, nem alszol, nem fekszel le, és még az összes többi vágy is. Valójában azt keressük a gyakorlat során, hogy hogyan tudunk beállni középre, és hogyan tudunk ezektől függetlenül lenni, tehát hogy úgy enni, úgy, aludni és még az összes többi vágyat megélni, hogy ne legyünk a rabjai, és ezt mindjárt szebben látjuk a három utolsónál, amik már úgy zavtosabbak, például a pénz iránti vágy, és lehet itt a hatalomvágy is, és ha ennek megnézed a működését, akkor ezt könnyű látni, hogy mi történik. Nézz körül a világban. Ez egy alapmozgató mostanában, hiszen alapemberi vágy is, és ennek a következménye a végtelen pénzhajszolásnak az, hogy gyakorlatilag elpusztítjuk a saját életterünket. Megkérdeztek egyszer egy híres közgazdászt, hogy a 2008-as világválság, hogy hát ugyan mondja meg, kedves professzor úr, hogy mi volt ennek az oka. És akkor a kérdező, hát számított arra, hogy valami kis szemináriumot tart a közgazdász professzor erről, és a professzor úgy válaszolt erre, hogy Hát nézze, ez nagyon egyszerű. Az oka az emberi kabzsiság. És ez egyrészt igaz, a másrészt pedig az az érdekes, hogy vajon miért lehet az, hogy annyira kapzsik tudunk lenni, hogy képesek vagyunk kizsákmányolni másokat, és akár a környezetünket elpusztítani. Valami nagyon mély dolognak kell a háttérben lenni, hogy ezt képesek legyünk megtenni, és hogyha belegondolsz azáltal, hogy te pénzt hajszolsz, hatalmat hajszolsz, azáltal valójában egy hiába való küzdelmet folytatsz azzal, hogy az elmúlásodat elodázd. Tehát azt hisszük, hogy ha nagyon kényelmes környezetbe kerülünk, nagyon sokat utazunk, nagyon drága autóink vannak, és az összes többi, akkor majd csak talán valahogy megússzuk azt is, hogy ne halljunk meg. Vagy úgy, hogy drága kezelésekre megyünk, is sebészhez megyünk, csak ne kelljen szembesülni az elmúlással, és itt az a kulcs, hogyha eljutsz idáig, akkor dolgozz az elmúlásoddal. Szembesülj azzal, hogy ez ahogyan most vagy, ez is feltételekhez kötött és mulandó, és el fog egyszer múlni. Tehát ez az, amiről hallasz sokszor, hogy a zenútja a szellemi felnőtté útja, egy gyermeki félelem, vagy egy serdülőkori félelem az, hogy minden áron ragaszkodunk ahhoz, hogy ez így maradjon, mert jaj, mi lesz utána. Ha ezt a ragaszkodást, ezt a sóvárgást ki tudjuk iktatni, akkor nem lesz gondunk a pénzzel sem, és tudjuk használni például arra, hogy segítsünk másoknak, vagy valami jót teremtsünk. Aztán utána nézzük a hírnév utáni vágyat, amit lehetne úgy is mondani, hogy a figyelem iránti vágy. Ez is nagyon-nagyon-nagyon mélyről ered. Nézzétek meg a gyerekeket. Gyerekek, amikor éppen mondjuk a szülő nem figyel rá annyira, szinte kiköveteli, mint egy kis diktátor, hogy legyen meg a figyelem, és figyeljenek rá, hiszen akkor jön a jó, akkor jön a szeretet, akkor jön az étel, meg a simogatás, meg a tisztába étel, hogyha anyuka figyel rám. Ugyanígy, hogyha megnézitek azokat a gyerekeket, akik hiperaktívak, figyelemhiányosak. Ott általában a háttérben az van, hogy nem kap elég szeretetet, és erről vannak is felmérések, hogy akinek rossz felnőtt korában és a figyelme, az nagy valószínűség szerint nem kapott elég szeretetet és törődést annó gyerekkorában. Tehát ez, ez nagyon mérőjövő igényünk, hiszen gyerekkorunkban a túlélésünk függettől, és egész életünkben megmarad ez, ezért vágyunk arra, hogy Tapsoljanak nekünk, hogy jöjjenek oda mások, legyenek olyan kapcsolataink, ahol foglalkoznak velünk, dicsérnek. És ez önmagában szintén nagyon szép, úgyhogy itt most szólnék is azokhoz, aki, akik YouTube-on nézik a videót, hogy ha tetszett a videó eddig, akkor itt dobjatok majd egy lájkot, like és iratkozzatok föl Csonganszuném csatornájára, ott még további szuper tartalmakat találhattok, és ha 500 lájkot like elérünk, akkor egy 20%-os kupont sorsolunk majd ki a megvilágosodásra. Tehát önmagában a figyelemmel nincsen semmi gond, csak nézd azt meg, hogy tudsz-e úgy élni, hogy éppen nem kapsz figyelmet. És tudsz-e úgy élni, hogy kapsz figyelmet. Én most ides tova 7 éve vagyok különféle tanári szerepekben, és nagyon hamar megtapasztaltam azt, hogy ha, ha ezzel a figyelemkérdéssel és a hírnév kérdéssel nem csinálok valamit magamba belül, akkor egyszerűen pocsék tanár leszek. És nagyon könnyű ráfügni nekem sikerült az elején, semmi különösebb katasztrófa nem történt, de éreztem magamban, hogy hát ez nagyon jó esik, és utána nagyon rossz, amikor elmúlik. Olyan ez a külső figyelem, amikor külső figyelemből élsz, mint ilyen hashajtós vizet innál, vagy erős paprikával hashajtós vizet. Tehát úgy, lehet, hogy egy ideig úgy érzed, hogy eltelít, de aztán nagyon gyorsan kijön, és hát még egyéb hatása is lesznek. Tehát ez is megint csak a felnőtté válás útja, hogy ülsz, gyakorolsz, és mi van, ha nem kapsz figyelmet? És mi van, ha kapsz figyelmet? El tudod-e mind a kettő állapotot úgy viselni, ahogy van? Ha igen, akkor megint csak megmented magadat és másokat is attól, hogy szenvedés jöjjön létre. Nagyon sokszor ez az oka a szenvedésnek, hogy követeljük a figyelmet magunknak, mint egy, mint egy koldus, de amikor a koldus mentalitás van bennünk, az általában nagyon-nagyon rossz útra visz. És ennek ugyanúgy a párja a, a nemi vágy és a e, szexuális vágyaknak a e, járma, ami néha hát elég erősen tudja az embert kötni. Hát mondjuk engem igen, de lehet, hogy titeket nem, ti olyan szentnek néztek ki, de bemeren vallani, hogy igen, és hát nagyon nehéz meg ö, ö, küzdeni azzal, hogyha az ember életében ez nincsen jelen, de akkor is Érdemes mögé menni, hogy igazából mi az, ami zavar, mi van a hátterében annak, hogy az ember erre vágyik, és a hátterében az egyesülés iránti vágy, a teljesség iránti vágy van, és az az illúziónk a gondolkodásunk által, hogy ez önmagunkban nincsen meg, és ezt valaki más adja meg nekünk kívülről. És ez megint látjátok, hogy ha beindul a koldus mentalitás, akkor megint csak szenvedés forrása lehet, mert Folyamatosan azután fogok sóvárogni, hogy jöjjön már valaki, és amikor jön, akkor meg kihasználom a saját örömömre, és amikor már mondjuk változik a helyzet, akkor azt mondom, hogy te csúnya vagy, mert na hát nem adod meg a teljességet. Holott valójában a teljesség bennünk van. És erre kell rájönni, erre kell ráébredni gyakorlás által, és akkor megint csak ez a terület is olyan lesz, hogy ha van szexuális kapcsolat, nagyon jó, ha nincs, akkor, akkor is nagyon jó. Nézd meg mind az öt emberi vágynál, magadnál, a saját személyiségednél, hogy tudsz -e ezektől szabad lenni, tudod-e ezeket szabadon megélni, vagy sem. És akkor már, ha ezt az ötöt nézed, akkor. Látni fogod, hogy hol a házi feladat. Mert ez mind, látjátok, figyelem iránti vágy, teljesség iránti vágy, biztonság iránti vágy, szeretet iránti vágy. Ezek azok, amik motiválnak. És hogyha nem figyelünk ezekre, akkor igen, például az lesz belőle, hogy pusztítjuk a világunkat. Ha látnánk, hogy mi az, ami bennünk van, és őszintén el tudnánk fogadni, akkor sokkal kevesebb szenvedés lenne körülöttünk, és saját magunkban is. Egyébként itt a, egy szerzetest hallottam egyszer, erről a nemi vágyról beszélni, és akkor ilyen viccesen mondta ezt. Milyen érdekes az, hogy eleve sóvárgunk azután, hogy legyen egy testünk, és akkor végre megkapjuk ezt a testet. Ugye? Megszületsz. És aztán utána nem elég, hogy kaptál egy testet, rögtön vágysz egy másikra is, hogy legyen még egy test. És akkor, amikor megvan az a másik test, akkor ebből a két testből szeretnél még egy testet csinálni. És még egy testet, és még egy testet, aztán, ha ez is megvan, akkor utána arra vágysz, hogy azok is hozzanak létre újabb testeket. És hát ugye ez így vicces volt, ahogy ő mondta nyilván maga nirvanisztikus megvalósultságában. De hát látjuk ezt, hogy ennek van a természetes megélése, és van az, amikor az igájába vagyunk, az pedig szenvedéshez vezet. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy legyen erőtök az őszinteséghez, és legyen erőtök ahhoz, hogy ezt magatokban, ezeket az igazi mély vágyakat fölismeritek, és aztán felnőttként hoztok egy döntést arról, hogy ezeket hogyan jelenítitek meg az életetekben. Szeretnétek-e kapcsolatot, vagy nem? És az is egy élhető verzió, hogy azt mondod, igen, ezt fölismertem, és én mondjuk nem szeretnék. Szíved joga. Csak az a lényeg, hogy te találd meg magadban azt, ami igazán harmonizál a mély vágyaiddal, és azzal, amit megláttál magadban. Ha ezt megteszed, akkor egy derűsebb, szeretettel teli életet tudsz élni, és nem csak te, hanem a környezeted is, és ezzel tudod igazán elérni azt, amit mindig mondunk, hogy hát érdel a felébredést, és aztán segíts minden lénynek. Hogyha te rendben vagy belül, azzal már is segítettél minden lénynek megszabadulni a szenvedéstől, és azt hiszem, hogy ez az legtöbb, amit tehetünk így emberként, és a legtöbb az, hogy legyünk normális emberek, akik tudnak közösségben élni, tudnak kapcsolódni, tudnak szeretni, és tudnak jót tenni másokkal, és önmagokkal is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.